akkor lényeg, a lényeg, akkor innen fogjuk akkor szépen folytatni, hogy szépen ti megérkeztek a városkába, megérkeztetek akkor a fogadóba, és a fogadóban hát találkoztatok az Úbelita lovaggal, akit ugye úgy hívnak, hogy ha gondoljátok, írjátok fel a nevét, de hogyha nem, akkor nem, vagy úgy meg tudjátok jegyezni. Tehát Krilm Eralonnak hívják az Úbelita paplovagot, ő egy ember, nyilván, ugye mi más lenne. Szia, találkozik ugye veletek, úgy üdvözöltiteket, meg örül is neki, hogy mind a hárman visszajöttetek, meg hát ugye látja rajtatok, hogy eléggé ramotja állapotban vagytok az előző kaland után, tehát mindenki majdnem 1-2 épén volt, vagy van. Úgyhogy azt javasolja, hogy először akkor csak pihenjetek meg, aztán majd másnap, mit tudom én, dél környékén majd, amikor ebéd van, akkor majd találkoztok, aztán akkor összeültök. Szóval megbeszéljük, hogy mi merre, hány méter, hogy mi történt ez alatt a fél év alatt, meg hogy mit derített ki a kristályról, hogyha egyáltalán érdekel benneteket eme történet. Mondjuk ezek után már gondolom nyilván. Na, hát akkor ugye el is telik az éjszaka, meg minden, meg begyógyulnak a sebeitek, ellát titeket, tehát neki van például a sebgyógyítása, meg ugye Uwe-ből adódóan neki van életszférája, úgyhogy igazából mindenféle bajotokat meg tudja gyógyítani, hogyha mindenki teljes épén van, teljes FP-n van, teljes pszín van, teljes manán van, és akkor dél környékén mondja, hogy akkor ebédeljünk együtt, és akkor lementek a fogadóba, a fogadónak az evő-ivó részéhez, ott szépen megebédeltek, közben ugye kérdezősködik, hogy mi történt veletek az út alatt, hogy ilyen ramaty állapotba érkeztetek meg, meg a másik útvonalról, és akkor kezdődhet a szerepjátszás. Na, kinek a legnagyobb a szája? Na, ki aki akar válaszolni Krilm Eralon Úbelitának? Beszéljen az, aki magánál volt egész idő alatt, mondhatni. Hát, mit meséltek el az útból igazából? Csak kíváncsi, hogy mi történt. Hát, szerintem kicsit túlozzunk, hogy hát a többet fog fizetni azért, hogyha nagyobb veszélybe kerültünk, nem? Ezt most így nekünk mondod? Nem, most ezt így off-ba mondja szerintem most így. Most hagyok nektek időt, hogy megbeszéljétek így off-ba, hogy merre hány méter, amíg még valamelyikőtök azt nem mondja, hogy akkor ő beszél. Szóval mondd már meg a nevét, mert... Krilm Eralon. Akkor Eralon. Eralon. Igen, Uwe-vel felszentelt lovagja. Uwe-vel, meg az alvilág ura. Igen, talán. Sose lehet tudni. Nem tudom. Várj. Jó van, várunk. Istenem, elindultunk. Előttünk volt egy kis hó. Emiatt másik utat kellett választanunk, ott elkaptak minket, de aztán kiszabadultunk, és most itt van, hogy ennyi. Ez így szép is jó. Ennyit mondasz neki? Igen. Jó. Ki kaptak el, vagy hogy mi merre, hány méter? Kicsit bővebben mesélj már nekem erről. 2 méteres gyíkemberek. Gyíkemberek? Ezen a környéken? Igen. Pedig... furcsa. Nem szokásuk ilyen környezetben lenni. És miért? Vagy mi történt utána? Hogy szöktetek meg, vagy... Teljesítettem a gyíkember akaratát. Aztán elengedett minket. És mi volt az, mit szeretett volna? Hogy kinyissak egy zárat. Amit alapvetően a törtnek kellett volna. Aha. Jó. Megköszöni szépen az információkat, akkor ezt így elraktározza magába. És akkor tovább folytatja igazából az étkezést. És igazából nem is mond utána már úgy nagyjából semmit. Tehát, hogyha esetleg ti akartok valamit kérdezni, akkor arra válaszol. Hát nem akarok semmi se kérdezni tőle.
Jó. Hát azért. Engem érdekel. Mi? Micsoda? A kapu, amit a kristályok megnyitottak. Mi van a túloldalon? Jó. Én azt javaslom, hogy először fejezzük be az ebédet. Utána pedig majd felmegyünk a szobába, és akkor utána ott nyugodtabb körülmények között tudunk erről beszélni. Ha úgy megfelel. Most itt az ivóban, itt a többi munkás előtt nem nagyon szeretnék így hangoskodni, esetleg óvatatlan fülek is esetleg meghallhatják ezeket a dolgokat, és lehet, hogy ez nem lenne jó. Csak ugyan? Hát igen. Hát fogalmazzunk úgy, hogy jó híreim úgy nincsenek. Miért is nem vagyok meglepve? Ja. Na, akkor ha nincsen semmi kérdés, akkor szépen eltelik az ebéd. Mindenki szépen befejezi, aztán akkor ő javasolja, hogy akkor menjetek fel az ő szobájába. Menjünk. Jó, és akkor mindenki szépen felmegy, felmentek, ugyanúgy mindig kinyitja előre az ajtót, megvárja, hogy mind a hárman bementek. Aztán utána szépen ugye utolsóként bemegy, becsukja szépen az ajtót, azt akkor ott van már ugye az asztalka. Asztalkánál van 5 darab szék. Ugye hármatoknak, meg egy neki, és akkor ugye hát ő igazából leül az egyik székre, ti meg ahogy érzitek, hogy cselekedtek, hogy... Én is leülök. Én állok. Jó. Bubi? Én is. Jó, Bubi is áll. Jó. Annyit mond, hogy még egy-két percet szeretnék önöktől kérni, mert nem sokára érkezni fog egy 5. úriember, aki részletes tájékoztatást fog adni ezekről a kristályokról. Addig nyugodtan vegyenek, amit csak szeretnének itt a szobában. Hát igazából ugye, hogyha várakoztok, ha meg tesztek-vesztek, akkor meg tesztek-vesztek, azt igazából eldöntitek. Na és akkor a lényeg, hogy... Értékes a szobában? Hát, az Ubalitán kívül, meg a utcaink kívül igazából nagyon nincs. Bubi, ne! Oké. Na, akkor pár perc múlva kopogtatnak az ajtó. Az úvel itt a fel is áll. Oda megy az ajtóhoz, kinyitja, majd pedig belép egy alacsonyabb, köpenyes úriember. Egy éjfekete bot van a bal kezében. Ha jól megfigyelitek azt a botot, akkor a botnak a teteje az unikornis szarvban végződik. Kacskaringós a vége. Illetve dobjatok mindannyian asztrát. Tehát D10-essel dobjatok, megnézitek, hogy mennyi az asztrálotok, és az asztrálotoknak a 10 feletti része. Tehát, hogyha nem tudom most kinek mennyi az asztrálja. 9! Jó, 9-es, jó. Arra dobjuk. Akkor Daninak nem kell dobni, igen. Bubi, nekem 13-as. Jó, akkor neked 3 alá kéne dobni. 15. Jó, Bubi, te meg 1, 2, 3, 4, 5. És akkor D10-zel akkor dobáljatok. Mennyit? Tehát, hogy én már megdobtam. Hát hova? Neked 3-at vagy alatt. Ja, baszki rossz időt. Hát ott van. Ja, rossz szobát nézek, bocsi. Szép volt. Na. Na, nem dobtam meg. Igen, nem dobtad meg, Bubi megdobta. Jó. Na, akkor a lényeg, hogy Bubi, neked így ennyi, hogy így bejött ez az úriember. Igazából semmi furcsát te nem érzel. A Dani meg a Geri azok így, tehát ahogy így belépett a pasas, így egyből ez a rossz, ilyen kicsit félelem érzetetek van a pasassal kapcsolatban, hogy fú, itt valami nem stimmel ezzel a mukival. Mm-hmm. Na mindegy, ahogy így belép, a Zúvelita szépen becsukja az ajtót, majd aztán utat a szék felé, hogy üljön le az új úriember, meg akkor is szépen akkor ugye leül. Na, és akkor mondja a Dartonita, az Úvelita, hogy akkor köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy ide fáradtak. Szeretném bemutatni az urat, őt Akimon Yadának hívják. Ő Ordanból származó varázsló barátom, kalandorom, kalandor barátom, társam. Igazából
Az elején elmondanám, hogy mi történt az ott a fél év alatt, amíg önök itt távol voltak. Nos, próbáltam ugye megvizsgálni ezeket a kristályokat, de sajnos az én hatalmam és az én tudásom az nem volt elegendő ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy ezek hogyan is működnek és miként is működnek, úgyhogy gondolkodnom kellett, hogy mit tegyek, és úgy döntöttem, hogy az úriemberhez fordulok, akiről tudtam, hogy eléggé más szférában, vagy igazából más úton módon vizsgálgatja világokat, és másfajta hatalma van, és esetleg ő tudna nekem tanácsot adni ebben a dologban, ezért hát ugye küldtem is érte informátorokat, hogy keressék föl a társamat, és akkor a lényeg, hogy egy pár hónappal ezelőtt érkezett meg ide, amit szeretnék ő neki megköszönni, hogy időt szakított rám. Majd aztán ő megvizsgálta a kristályokat, és igazából mondta, hogy szeretné megvárni azt a három kalandort, aki megkereste ezt, mert igazából megszabadította úgymond a barlangban lévő embereket, meg ugye megállította itt ezt a hatalmas megpusztulást, úgyhogy igazából átadom neki a szót. Na, lényeg akkor, hogy az úriember szépen fogja és a csukját, ami a fején volt, azt ugye elfelejtettem mondani, hogy a csukjában volt az egész úriember, azt így szépen így a jobb kezével így megfogja a csukját és így hátra leteszi a feje mögött. Annyit kell róla tudni, hogy körülbelül 160-170 cm magas. Ha megfigyeljétek, akkor körülbelül úgy hasonló származásra lehet, mint a Daninak. Tehát neki is kicsit úgy vágottabb a szeme. Lényeg, hogy amikor a szemébe néztek, azt látjátok, hogy a fekete, tehát mintha az egész szeme már majdnem teljesen fekete lenne. Ha megfigyeljétek a kezét, akkor láthatjátok, hogy a körme az elkezdett már nagyon-nagyon besárgásodni. És ahogy figyelitek, így kicsit olyan, mintha egy félig élő, félig halott, ilyen furcsa torz emberke lenne. Rövid haja van amúgy, ilyen tüsi, de az még úgymond fekete, az is. Na, és akkor mondja, hogy akkor ő is bemutatkozik, hogy Akimon Yada, Ordamból származik. És úgy ő is megköszöni szépen, hogy mindennyien ide fáradtak ebbe a kis fogadóba. És akkor elkezdek mesélgetni arról, hogy volt ez a 4 darab kristály. Nem tudom, hogy önök mennyire járatosak itt a drágakő mágia, illetve ezeknek a tudományában. És akkor így néz felétek. Mindegyik ötöktől vár egy választ. Nem nagyon. Hát... Nem, fingom nincs róla. Jó. Akkor egy kicsit elmagyaráznám, hogy mi is itt a történet. Na most ez a 4 darab kristály, amit önök találtak, ezekről azt kell tudni, hogy füst, kvarc, kristályok. Gondolom ez sem mond még önöknek semmit. Hát nem. Jó, a füst, kvarc, kristályokról annyit kell tudni, hogy mágia útján felerősítik a térvarázslatokat. Tehát úgy nézzük akkor a térkapuknak a mozgásában, illetve úgymond működésében sok szerepet tud játszani, illetve ugye a térmágiában is nagyon-nagyon sok mindent tud tenni ez a füstkvarc. A probléma ezzel a négy kristályjal a következő, hogy a füstkvarc innen világában, akárhogy is nézzük, áttetsző, fehéres fényben van az összes, a világ összes füstkvarca. Na most gondolom emlékeznek rá, gondolom fél évvel ezelőtt, hogy ezeknek a kristályoknak milyen színe volt. Lila. Lila. Na, akárhogy is nézzük, gondolom önök is már rájöttek arra, hogy ezek totálisan nem természetes dolgok, úgyhogy valakik annak idején ezeket nagyon-nagyon-nagyon megbűvölték. Olyannyira megbűvölték, hogy sajnálatos módon talán még jobb is, hogy Krium Eralon, úgyhogy itt a paplovagunk, bölcs volt és nem vitte ki innen ezeket a kristályokat, mert ahogy én vizsgáltam, ezeknek a kristályoknak hatalmas nagy erejük van. Abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon megbolygatják a mana hálózatot. Nem tudom, hogy ebben mennyire vannak otthon, lényeg úgy képzeljék el, hogy a mana hálózatot, mint mondjuk a víznek a folyását. Ez így folydogál, mindenhol ott van. Az önök testében is átmegy, körülveszi önöket úgy, ahogy van.
Na most ezek a kristályok úgy, ahogy van, ezek elnyelik a mana hálóból az energiát. És ezt például jó magam, illetve más varázshasználók, vagy akik mágiára érzékenyek, ezt érzik. Nagyon-nagyon megérzik. Na most szerencse, hogy itt a vészeki városállamoknak ugye hegyei között mondhatni nagyon-nagyon kevés az ilyen mágia használó lény, ember, akárminek is nevezzük őket, úgyhogy egyelőre még biztonságban vannak ezek a dolgok. Viszont akárhogy is nézzük, ezeket a kristályokat tanulmányozással el kellene innen vinni mindenképpen. A helyzet az, hogy nekem a... hogy is mondjam... az asztalom az nem a drágakő mágia. Sajnos még. Nekem se annyira nagy a hatalmam ebből a szempontból. Kettő darab hely van a világon, amitről tudunk, hogy vannak olyan személyek, akik a drágakő mágiában otthonosan mozognak. Ebből az egyik az Ordan, ami Északnak a legnagyobb, tehát igazából legnagyobb varázsló központja, illetve hát nagyon északon van innen. A másik pedig Piaronnak a fővárosa, ilyenkor ugye ránéz Gerire, hogy ugye ott a Piaronnak a fővárosában ugye gyakorlatilag ugye a piaroni vallás is létrehozta a maga varázsló iskoláját, és igazából ott vannak még olyan varázslók, akik hát nagy hatalommal bírnak. Na most ez a kettő darab hely van a világon, illetve van egy harmadik, de a harmadikat ezt igazából annyira nem javasolnám. De gondolom már sokan kitalálták, hogy melyik lehet az. Na a lényeg, hogy Ordan van, meg Piaron, ahova ezeket a kristályokat el kellene vinni. Hát Piaronba visszük. Na, a kérdés már csak az, hogy igazából a kérdés az, hogy önök hármójuk közül kik azok, akik vállalnák-e azt a küldetést, hogy elvinni vagy Ordanba, vagy Piaronba? Ez a küldetségtől függ. Én vállalom. Jó. Fizetség az meg lesz. Tehát így ránéz Ubira, a fizetség az meg lesz. Az biztosan meg lesz majd. Na. A következő a kérdés, hogy igazából én beszélgettem Kriomeralon úrral, ő ragaszkodott Piaronhoz, én ragaszkodtam Ordanhoz. Tehát igazából eddig egy-egy-egy szavazat van. Mivel most öten vagyunk, illetve önök hárman vannak, ezért önök hárman megszavazhatják, hogy melyik legyen az a hely, ahova eljutatják ezt a négy darab kristályt. Az egyik ugye Ordan, északnak a legégszakibb csücskébe van, a másik pedig Piaron, ami hát ha úgy nézzük, nem itt van, hanem még a Sharal-hegységen is túl. Mondhatni 5000-6000 mérföldre innen. Tehát lehet, hogy egy fél év is beletelik az utazásba. Nem mint hogy Ordan közelebb lenne, de igazából magukra bízom a döntést, hogy melyiket választják. Ordan, ez szerintem nyilvánvaló. Elnézést, mágus uram. Igen. Maga tud portálkaput nyitni, ugye? Tudok. És Piaron fele? Így, nem? Sajnos én nem tudok Piaron fele nyitni portálkaput. Egy azért, mert még sose jártam ott. A másik probléma pedig az, hogy ha én portálkaput nyitok Piaronba, egyből az inkvizíció elé fognak engem állítani. A portálkapuk nyitása az, akárhogy is nézzük, engedélyhez kötött. És hogyha én kinyitok egy portálkaput mondjuk itt, és a másik fele pedig Piaronba van, és mondjuk ott szépen ott átmegyünk rajta, úgy, hogy van az inkvizíció, mindannyiunkat elkap. És ha nem közvetlenül Piaronba mennénk, hanem legalább a hegyen átteleportálnánk. Legalább ezzel is megrövidíthetnénk. Hát igazából az első kérdés már csak az, hogy döntsék el, hogy Ordan vagy Piaron. Utána beszélgetünk tovább, hogy mik a lehetőségek. Ordan szerinted miért lenne jobb? Ezt most kitől kérdezed? A mágustól. Mágustól. Ordan igazából szerintem azért lenne jobb, mert mégiscsak északon vagyunk, illetve én is ott nevelkedtem, tanultam, tehát nekem ott vannak befolyásoltságaim. Piaron azért lenne Kriomeralon szerint jobb, mert hát ugye ő piaronista. Tehát neki például Piaronban vannak
kapcsolatai. Ő például meg tudná oldani azt, hogy ott meg legyenek a dolgok. Tehát igazából ő tudja az egyiket szolgáltatni, én meg a másikat tudom szolgáltatni. És mennyibe garantálod, hogy ezek, hogy is hívják ezt a várat? Szóval... Melyiket? Ami, ahova vinni akar. A mágus oldal? A mágus. Na, hon... Igen. Na. Ez az. Igen, Ordon, igen. És hogyan tudod szolgáltatni, hogy Ordonban nem fogják ellopni a kristályokat? Vagy esetleg átverni minket? Vagy pedig... Mert azért... Látom magán, nem éppen egy legális... Ma született bárány? Mágikus jártasságot folytató úri ember. Nézze, biztosítékot én sem tudok adni. Ezért mondom, hogy önökön a döntés. Magán látom, Dartonita úr, hogy ön Piaronhoz igazából hű, ahogy van, és igazából tudom magáról, hogy ön inkább vinné Piaronba, inkább ott őrizné, nem mintsem, hogy itt maradjon éjszakon, távol a izétől, a piaronistáktól. Már elnézett a kifejezését, de hát nálunk itt éjszakon így mondjuk önöket. Főleg úgy, hogy ugye, hogy esetleg bármi valósulna el, akkor ugye nem biztos, hogy önök ebbe bele tudnának szólni. Jó, hát... Szerintem de... Piaronba kéne mennünk. Jó, egy szavazat Piaronnak, igen? Én Ordonra szavazok. Ordonra szavaz. Nem azt mondták, hogy éjszakon veszítenek a kristályt vinni, mert itt kevesebb a... Éjszakon találtuk a kristályt, szerintem maradjon is éjszakon. Jó, hát akkor figyelj, eddig egy szavazat Piaron, egy szavazat Ordon, szóval Bubi, tiéd a döntő szavazati jog, hogy Ordon vagy Piaron. Jó, figyelj, mit döntesz, mert ez most ilyen teltéles döntés lesz. Mhm. Hát figyelj. Nem úgy volt, hogy éjszakon kevésbé keresnék ezt a kristályt, mert kevesebb az az ember, aki varázsol? Igen, nem, erről nem volt szó. Ilyet senki nem mondott. Nem, konkrétan az volt, hogy a hegyekben. Azt mondta, hogy itt, ahol van az északi városállamokban, itt ezben a hegynél, ahol itt megtalálták a kristályt, itt az a szerencse, hogy itt nincsenek varázshasználók, de hogyha innen el lesz víve, akkor az már veszélyes. Történet. Én Piaronba vinném. Hogyha Gergő? Hogyha a Dalta, mint ahonnan származik, akkor... Hova? Piaron. Jó. Akkor igazából ez eldöntetett. Tehát két szavazat volt Ordonnak, három szavazat lett Piaronnak. Jó. Jó, hát igazából a varázsló az... Úgy van vele, hogy neki aztán olyan mindegy, így döntöttek, akkor így lesz. No. Ezek után szépen akkor így feláll a székéből, és akkor annyit kérdez, hogy mennyire járatosak itt éjszakon, illetve délen, tehát hogy mondjuk így térképészeti szempontból mennyire tudnak tájékozódni. Ezt a játék nyelvén refordítva, kinek van térképészeti képzettsége? Hát, én nem vagyok egy jó térképész, szóval... Rám ne számítson, a ilyen ügy. Sincs. Nekem sincs. Az úgy fantasztikus. No. Hát akkor lényeg a lényeg. Következő dolgot csinálja. Szépen csettint egyet így az ujjával. Megjelenik egy kis kréta a jobb kezében. Majd aztán ezt a kis krétát így a szemével így megemeli. Majd aztán elkezded levegőbe így rajzolgatni. És szépen így, mint hogyha egy ilyen tábla lenne a szemetek előtt, így a levegőbe rajzol egy ilyen észak-inev térképet. És nem tudom, hogy nektek van-e amúgy a fájlatok között észak-inev térképe, vagy valami? Így úgy amúgy. Könyvbe benne van. Ja, és a könyvbe, hogyha oda tudtak tekelni. Várja. Esetleg. Lehet, hogy egyszerűbb lenne egy magyarázat.
mert akkor a karaktereteknek így szépen így lerajzolja, hogy mi merre hány méter. A hányadik oldal a könyve? A legvégén lesz. 464. után. Köszönöm. Hogy így iszi? Megvan. Jó, igen. Na, először is az északi városállamok kellenének a Quiron tengert, hogy szépen lerajzolja. Lerajzol a Toront is. És igazából így a Sharál hegységnek így az északi részét is lerajzolja egy elsősorban. Uh-huh. Na, majd aztán az északi városállamok közepén bejelöl egy kis pontot, mondja, hogy jelen pillanatban itt vagyunk. Majd aztán megy tovább a kréta, a városállamoktól balra felrajzolja Abbasiszt a Quiron tenger aljára, megjelöl egy pontot, odaírja, hogy Ifin. Aztán ugye délnek felrajzol egy sivatagos részt, felrajzolja a Kimvalori alföldet, felrajzolja Sharálnak a hegylábát, az északi részét, aztán Sharáltól szépen megy balra fele, felrajzolja az elátkozott vidéket és az elátkozott tavakat, a Tinolokat is felrajzolja, az Ekbir sivatagot, majd pedig a Sharálnak a bal csücskébe berajzolja Erjont, a kalandozóknak a fővárosát, ami ugye elválasztja északot és dél Inevet. Erion. Ez neked ugye, Bubi, neked ugye egyszerű, mert te onnan származol, tehát tudod, hogy igazából... De számomra tiltott vidék. Mindegy, de egyelőre felrajzolja. Találasztottad. Így, ahogy van. Na, és akkor utána fölteszi a kérdéseket, vagyis igazából mondja, hogy mi a helyzet. Nos, a lényeg, hogy városállamok teljes közepén vagyunk. Innen gyakorlatilag sok mindent lehetne csinálni. Először is... Szóval. Most megvisszhangzott. Mert üvöltöznek itt, meg porszívoznak, meg kutya, azaz próbálom lenémítani, de hogyha lenémítom, akkor meg visszhangzol. Ja. Jó, mindegy. Akkor várják. Csinálok egy olyat, hogy kicsit lehalkítalak, és akkor mondjuk én nem hallom így, hogy visszhangzok magamnak. Na. Ja. Szóval, lényeg. Ugye a városállamok közepén vagytok jelen pillanatban. Na, azt mondja a varázsló, hogy a következő dolgot kellene tenniük akkor, uraim és hölgyem. Fognak kapni egy szekeret, egy kocsit. Két ló lesz a szekér elé kötve. Majd pedig erre a szekérre szépen felteszünk egy ládát, a ládába mind a négy kristályt bele fogjuk pakolni. Ezután a szekérrel el kellene menni, vagy el kellene utazni egy pontra, ahova igazából önök szeretnének. Mondom, hogy mik a lehetőségek. Az egyik lehetőség, mondom igazából a legrosszabb lehetőséget, ami szerintem nem igazán javaslott. A városállamokból mondjuk elmennek balra, tehát keleti francokat, nyugati irányba mennek el, Abbasisz fele mennek, Ifin fele. Ifin felé azért kellene menni, mert Ifinben van például egy portálkapu, amit hogyha kifizetnek, akkor Ifinből el tudnak teleportálni Erionnak a fővárosába, ahonnan szintén, hogyha majd kifizetik az úti költséget, akkor onnan pedig tovább tudnak portolni Piaronnak a fővárosába. Mennyibe kerülne a portálkapu? Az a gond, hogy így pontosan nem tudom, mert én soha nem használtam ezeket a portálkapukat, de nem tudom, ott majd biztosan el fogják mondani, mi merre hány méter. Abbasiszról viszont van egy kis probléma, nem tudom, mennyire ismerik a környéket. A lényeg, hogy Toron felhatósága alatt áll. Nem tudom, hogy Toronban ismerik esetleg a vallásokat, ott mondjuk az, hogy a Kír vallás van, Tar, Morgana, illetve a többiek. Illetve Abbasiszban rengeteg sok boszorkánymester van, boszorkány, paplovag, illetve mágus is, akik lehet, hogyha közülük beérnek ennek a kristálynak, akkor lehet, hogy így érzésben megérzik, hogy itt van valami kis probléma, és lehetséges, hogy Abbasiszban nagyon-nagyon-nagyon sok problémán keresztül kellene utazniuk. Ez például az egyik lehetőség. De például, hogyha jutnak Ifinbe, és mondjuk Ifinen keresztül jutnak Erionba, onnantól kezdve már teljes mértékben nyugodtság van, bízzunk benne. Következő dolog még talán az lehet, hogy a városállamokból elindulnak észak fele a Quiron tenger felé.
valamelyik városkába, valamelyik mi az, tengerparti városkába, ott hajóra szállnak, és esetleg hajóval átszállnék újra tengert, Toront elkerülve Tiadlan partjainál kikötni, majd pedig északon tovább menni Tiadlanban egészen Eliáig, a fővárosig, ahonnan szintén van portálkapu Erion felé. Ez egy kicsit hosszadalmasabb út, talán egy picivel könnyebb is, bár egyetlen egy probléma van a Kuiron tengerrel, hogy a nagy részét Toron hatósága alatt áll, illetve sok a kalóz is, ha mondjuk a tengeren kelnek át. Van egy harmadik lehetőség, szintén nem veszélytelen, az pedig az, hogy a városállamokból délnek haladnak, és miután elhagyták a városállamoknak a határát, a Namen csivatagon keresztül van a Duaron tenger északi részén egy hegység, amit úgy hívnak, hogy Sabaris hegység. A Sabaris hegységről azt kell tudni, hogy az északi felét a keleti barbár törzs uralja, a déli felén pedig egy ork törzs uralkodik. Viszont, hogyha elérik a Sabaris hegységet, a Sabaris hegység az gyakorlatilag kívül esik mindenféle inkvizíció, illetve máikus befolyásoltság alól. Ha oda el tudnak jutni, akkor oda tudok jutni én is, és onnan tudok maguknak nyitni portálkaput délfelé. És mire önök átkelnek azon a portálkapun, és mire én bezárom azt a portálkaput, addigra lesz elegendő időnk arra, hogy mindannyian eltűnjünk onnan, és az inkvizíció az, mire odaérne és elkapna minket, hát már hűlt helyünket fogja találni. Tehát röviden, tömören ez a három lehetőség van. Nem szívesen nyitnék itt portálkaput a városállamokból, tehát hogyha mindenképpen úgy gondolják, hogy... Tehát igazából az a lényeg, hogy mindenképpen kocsival kellene elszállítani ezt a négy kristályt. Addig Kril Meralon fogja magát és elindul Piaron fele egyedül. Ő egyedül sokkal gyorsabban át tudja szelni a vidéket, és amíg ő elérkezik Piaronba, addig önök is szerintem majd meg fognak érkezni arra a pontra, amit majd nem sokára ki fognak majd választani, és addig Kril Meralon úrunk Piaronban szólni fog minden egyes embernek, akinek ugye van hatalma, illetve hatósága, hogy érkezni fog ez a szekér, illetve önök. Na, jelen pillanatban akkor ennyit tudok önöknek mondani ez ügyben. Most már csak ugye három, tehát ugye megvolt ugye a három úti célútirány, ismételten akkor önök döntsenek, hogy melyik legyen az. Lehet... Nairon mindenféleképpen kerülném. Tehát ugye lehet menni Ifin felé, Ifinen keresztül portálkapu, vagy észak felé Kuiron tenger, Kuiron tengerből Tiadlanba, Tiadlan fővárosából ismét portálkapu, vagy Sabaris hegység délen, a keleti barbár törzs és a sivatagon keresztül a hegységig. Egyik sem a széttelen. Valami információra a harmadik út barbárjairól, hogy... Mire gondol igazából, milyen információt szeretne? Barbárok. Hát bármi, harcban jók-e, vagy harcban, mennyire? Harcban a legjobbak. A keleti barbár törzsek igazából harcban a legjobbak. Ha egy barbára találkozik és igazából magára haragítja, akkor biztos, hogy nem fog élve kikerülni abból a szituációba. Szuper. Na. Na. Geri, hallottad, amiket mondogattam közbe? Na, az összesetet nem hallottam, csak az elsőt konkrétan. Jó, akkor, akkor röviden összefoglalom. Tehát van az első út, Abbasis felé, Ifin. Ifinen keresztül Port Erionba, utána Port Piaron. Aha. Abbasisban problémák az, hogy... Sokkal boszorkány, igen. Igen, ennyi. A másik útvonal észak, Kuiron tenger, hajóra föl, Kuiron tengeren átszelni, Tiadlan, Tiadlanba áll a fővárosba, fővárosból pedig portálás, ugyanaz majdnem. Kuiron tengerrel egy probléma van, sok a kalóz, Toron fennhatóság. Aha. Harmadik... Toroniakról mit kell tudni?
veszélyesek. Jó, köszi. Észak-kránya. Na. Ja. Majdnem. Ezt mondjad, neked ebből a szempontból így ennyit kell mondani. Ja, jó. Na. A harmadik pedig dél, át a Namán-sivatagon, utána pedig Szabarisz-hegység, és Szabarisz-hegységből pedig a varázslóban nyitettek onnan egy portát, és akkor onnantól meg lehet menni Piaron felé. Namán-sivatagról, meg a Szabarisz-hegységről következőt kell tudni, hogy sok ott a keleti barbár. Meg úgy a sivatag. Barbárok. Igen, ez a három útvonal van, ezt a három útvonal közül egyet valamit választhatok, és ugye kocsival kell vinni mindenképp a... Kocsival? Ja. Tehát portálni nem fogják ezeket a kristályokat, mert nem lehet. Igen. Hát akkor mindenki van zárva, kiéve a sivatag. Na, akkor menjünk a sivatag. Szerintem is a sivatagban menjünk amúgy. Portálni nem tudunk, szóval kurvára mindegy. Az első kettő ki van zárva, csak a harmadik lehet. Hát az első kettő nem az a probléma, hogy az első az... Egy az első az bevész minket Abbasisba, ott megbasztak minket konkrétan. Sok boszorkány mester meg... Boszorkány ránk jön, meghalunk, kész, vége, ennyi volt. Igen. A másodikban meg, hogyha valami probléma történik, én nem tudok úszni. Te nehéz páncélban nem tudsz úszni. Hát ez az egyik, de másik meg az, hogy toraniek jönnek. Meg ugye hát még fel is kéne szállni valahogy ugye a tenger. Meg ugye még úgy is portálni kéne, szóval... Ja. Így is, úgy is a sivatagon keresztül fogunk menni. Na. Nem. Jó. Dani? Akkor nem? Menjünk a sivatag fel. Jó. Akkor meg lábad is el lett döntve. Na, akkor... Rossz érzésem van ezzel az úttal kapcsolatban. Kinek van? Jó, off-ba mondom. Tök mindegy, melyik utat választjátok. Mind a három út rossz. Tehát nem úgy... Igazából itt most a kisebb, így most így kisebbik rosszat kéne megtalálni. De jó, hogyha azt mondjátok, hogy sivatagos, akkor jó. Jó, de nem mondja, hogy mondod, hogy oké, hogyha sivatag, akkor sivatag. Hát most mit mondjak, érted? Tehát igazából mind a három rossz. Tehát akárhogy is nézzük. Szerintem ez a legjobb. Boszorkányok azok kiszámíthatatlanok, velük nem akarok harcolni. Jó, oké. Na, akkor el lett döntve, tehát akkor a lényeg, hogy Piaronba fogjátok elvinni, kocsival fogjátok elvinni, elviszitek a déli városállamoknak, az északi városállamoknak a déli határáig elmentek, utána sivatagon át a Szabarisz-hegységig. És a Szabarisz-hegységben pedig majd portáltok, majd dél felé. No, ennek következtében akkor varázsló eltünteti a térképet, aztán megint visszhangzok, de mindjárt megoldom. Bocs. Hát én Szabarisz-hegységet keresem. Majd küldök át majd képet, aztán mondok. Ha nem tudjuk a köveket portálni, akkor hogyan tudjuk, hogy hogyan portál el minket a mágú? Tényleg, miért bízzak amúgy a teleportba? Mit? Miért kéne megbízom a mágusba? Nem kell megbízni, azért kérdezt, hogy vállaljátok-e azért a küldetést. Uh-huh. Ez nem bizalom kérdése, a lényeg el kell vinni ilyen a kristályokat, és ez van. Tehát... Megküldesz képet a térképről, mert ez jó. Igen, majd mindjárt küldök. Na, szóval lényeg, hogy akkor Piaronba viszitek ki, illetve át a sivatagon Szabarisz-hegységbe, és a Szabarisz-hegységnél majd akkor meglátjuk, hogy mi merre hány méter. Na, akkor következő a történet, hogy Krümer, hogy a... Véletlenül ránézek, drága Krüm Eleronra, és megmondom neki, hogy kérem a fizetségemnek a második részét. Mert úgy volt meg, hogy még a faluban annó csak a felét kaptam meg. Jó, majd amikor vége lesz ennek a tárgyalásnak, majd utána meg elrendezzük a dolgokat. Jó. Szóval mondja a mágus, hogy akkor a következő a történet. Krímáralon holnap reggel el fog indulni. Ő el fog menni Abbasisba, ő el fog menni Ifimbe, és akkor Ifimbe elmegy Erionba, Erionból pedig elmegy Piaronba, és ameddig önök elutaznak a Szabarisz-hegységig, ami több mint valószínű, hogy egy körülbelül egy hónapos út lesz, ha minden jól megy. Azaz az egy hónap alatt ő majd elrendezi Piaronba a dolgokat, illetve hát úgymond mentességi jogot fognak kapni attól, hogy illegális portálkapun fognak megérkezni délre. Legalábbis bízzunk benne. Közben paplóag is mondja, hogy igen, megtesz mindent ennek érdekében. No, akkor amit tudniuk kell erről a történetről,
Tehát fognak kapni egy szekeret. A szekéren kettő ló lesz bekötve. Nem tudom, hogy van-e önök között olyan, aki tud kocsit hajtani. Én tudok. Jó. Illetve én az este folyamán az egyik egy ládába bele fogom rakni ezt a négy darab kristályt, le fogom zárni. A következő dolgot kell tudni a küldetésükről. Amíg a városállamokban vannak, bárki megkérdezi önöket, hogy mit, merre, hány méter, mit szállítanak, hova szállítanak, mi van a ládában, arról soha senkinek nem beszélhetnek. Ez egy titkos küldetés. Krilmerral onnan nem fognak találkozni, tehát hogyha esetlegesen bármi úton módon találkoznának vele itt a városállamokban, több mint valószínű, hogy nem fognak. Úgyhogy ha bárki is esetleg az ő képében jelenne meg, fenntartással kezeljék. Én nem fogom önöket keresni. Szóval bármelyikünk is esetleg jelentkezne önöknél, hogy mi van a kristályokkal, nekünk se. Semmilyen információt nem adhatnak ki. Illetve, hát ugye ez egy titkos küldetés, úgyhogy próbáljanak meg valahogy úgy átevickélni a városállamokon, hogy lehető legkevesebb feltűnést keltsék. Ezt igazából önökre bízom, hogy hogy oldják meg. Kiadhatják magukat kereskedőknek, vagy bárminek. Ez igazából az önökön múlik. No. Igazából ennyi lenne. Illetve még akkor annyi, hogy a hölgy az Krilmerről nullal majd akkor menjenek át az én szobámba, és akkor majd ott megbeszéljük a fizetségét, ugye a másik részét. Illetve, hogyha most van még valami kérdés, akkor azt most tegyék föl, mert akkor én most így éjszaka mennék, aztán akkor elvégezném a szükséges előkészületeket ládával kapcsolatban. Ha van kérdés. Nincs. Nincs. Jó. Hát akkor, uraim, köszönöm szépen az együttműködést, és akkor ránéz Bubinak a karakterére, hogy akkor fáradjunk át az én szobámba. És akkor igazából a lovak föláll, ő kinyitja az ajtót, a varázsló elindul előre, aztán átmegy egy másik szobába. Bubi? Én követem. Jó, Bubi akkor szépen kimegy a szobából, a lovak pedig ugye még a Daninak meg a Gerinek annyit mond, hogy nyugodtan érezzék otthon magukat, pihenjenek. Teljen úgy az éjszakájuk, ahogy szeretnék, aztán majd akkor reggel, amikor a kakasz szól, akkor én elindulok. És akkor is közben kimegy a szobából, azt akkor maga után becsukja az ajtót. No. Addig akkor gyorsan Bubit lerendezzük. Szóval Bubi, átmentek a varázslónak a szobájába. Belépsz, igazából ugyanaz, mint az előző. Szinte majdnem ugyanaz az egész. A lovag az becsukja maga mögött az ajtót, az ajtóba megáll. A varázsló pedig oda megy a kis szekrényéhez, aztán kutakodik az egyik fiókban, majd aztán előhúz egy zsákot, majd aztán előhúz még egy gyűrűt is. Na. Következő dolog, a bal... Közben letette a botját az ágynak a szélére, bal kezével így nyújtja neked a zsákot, hogy itt van akkor a fizetség második fele. Hát akkor átveszem. Jó. És megnézem, mennyi van benne. Mennyi? 90 arany. Ja, és akkor úgy 200 az összvegyemed. Ja, tehát igazából ugye a másik felét ugye most így megkaptad. Igen. Tehát most akár is nézzük, 200 aranyad van, így összvisz. Na. Akkor még rád néz, illetve így mutatja így a jobb kezében lévő gyűrűt. Nos. Annyit mond, hogy itt van még ez a gyűrű. Annyit szeretne tőled kérni, hogy ezt a gyűrűt, ezt valamelyik ujjadra, ha gondolod, akkor húzd fel. És ha megérkeztetek a Szabarisz hegységhez, akkor dörzsöld majd meg. És akkor így átnyújtja neked.
Akkor átveszem. Jó. Átvetted. Melyik kezedre, melyik ujjadra húzod fel? A bal gyűrűs ujjadra. Jó. Oké, szépen ráhúzod a bal gyűrűs ujjadra. Igazából az elején még azt érzed, hogy kicsit, mintha még tág lenne. Aztán egy pár pillanattal később azt hiszed észre, hogy elkezd szűkülni így a gyűrű, és pont így rá simul gyakorlatilag az ujjadra. És olyan, mintha rajta se lenne. Így érzed, meg látod is, hogy ez hogy ott van, de mintha... Olyan fura. Mintha nem. Ja, mintha mégse. Tehát eléggé kényelmesen rá ölelkezett úgymond a gyűrűs ujjadra. Jó, elégedettem Bólint, aztán mondja, hogy hát akkor további szép estét kíván, és akkor sikeres küldetést és jó utat. És akkor gyakorlatilag ennyi. No. Ugorhatunk a reggelre? Vagy még szeretnétek valamit csinálni itt a fogadócskában? Ugorhatunk. Jó. Na, akkor ugrunk a reggelre. Ja, kérdés, reggel 6-kor ti is fölkeltek? Vagy... Én fölkelek. Jó. Jó. Hát ott felébresztenek, de nem. Nem ébresztük. Jó, akkor jó. Hát akkor Bubi az igazából csak alagukál. Jó, akkor ti ketten felébredtek. És akkor... Igazából látjátok, hogy a paplovag az... Krémerrel az úval itt a szereli föl kint a lovát. És készül az útra. Mondjuk ti nem vagytok az ivóba. Ha esetleg még akartok neki mondani valamit, vagy kérdezni, akkor még most van rá lehetőségetek. Azt kérdezem, hogy hogy érzi? Teljesíthető ez a küldetés? Hát annyit mond, hogy igen, szerinte teljesíthető, és talán azt mondja, hogy a kevésbé rosszabb útvonalat választották ebből a szempontból. De mindenképpen most az lesz, hogy két héten belül el fog érni Ifint, utána pedig pár napon belül a portálok segítségével fog jutni Piaronba. Tehát két hét múlva szerintem önök már a városállamoknak a határán lesznek, talán pont a sivatag és a városállamok közti részen. Utána az alatt a 2-3 hét alatt, amíg önök elérik a Szabarisz hegységet, vagy mondjuk egy hónap alatt, addig megcsinálom azokat a tárgyalásokat, megbeszélni fogok mindenkivel, aki ez ügyben illetékes lehet. Úgyhogy ha meg is nyílik a portál kapu, akkor semmilyen retorzióra nem fognak, tehát nem kell számítani önöknek. Jó. Mentelmi jogot fognak kapni mindenképpen. Jó, hát akkor sok sikert, és bízunk benne, hogy akkor Piaronba találkozunk. Jó. Viszlát. Jó, hát akkor fölül a lovára, ha nincs több kérdés. Aztán akkor elindul, és akkor el is hagyja a bányászfalut, ahogy van. No. Mikor indultok? Hogy indultok? Lényeg, hogy a fogadó mellett van egy kis istáló, és az istálóban igazából ott van felszerelve a két ló, meg felszerelve, ugye rá van kötve a szekér is, meg minden, úgyhogy igazából jó. Már indulásra kész minden. Most már csak a ti döntésetek. Hogy hogyan lesz, miként lesz. Szerintem várjunk délig. Akkor nem be van pokolva a kajapia, meg ilyenek. Ugye? Még mindig tél van. Jaj, hát tél van. Tehát most, hogyha úgy nézzük, akkor mondjuk ilyen február közepe, február vége fel lehet. Mondjuk olyan tél környékét képzeljétek el. Tehát azért már lassan jön a tavasz. Jó. Hát, csak mondjuk mikor? Például a hegységbe is vagytok, szóval. Ja. Tehát, igen. Mikor induljunk, Dani? Szerintem délbe. Jó. Mennyi az idő? Hát reggel 6. Hát akkor én... áldozok egyet az Istenemnek. Jó, hogy áldozol? Hát fölmegyek a kis szobámba, ahol van a táskám. Igen. Előveszem a bort, meg a kupát. Igen. Kitöltöm félig
a kupába a bort, és fogok egy, vagy fogom a kaszámat, és a egyik ujjamat megvágom vele, és belekeverem a borba. Jó. A véremet. Oké. Okay. És ezt aztán... Várj, mindjárt megnézem. Pontosan. Mert aztán vagy tűzbe kell önteni, vagy csak ott kell hagyni. Vagy meginni, nem tudom most melyik. Igen, az arra gondoltam, hogy most komolyan meg fogod inni. Várjál. Azt még meg is. Az nem tudom, hogy most tartodnál, hogy van. Vagy biztos lájkolnál, like biztos. Én meginnám előle azért a bort, amit neki csináltam. Nem tudom. Szerintem szétrugná a seggemet, basz. Nyilván. Istenem. Mi lenne, hogyha lemennék, így felkapnám, hogy jó, mit iszol, és így legyomlám a gyöncöt. Én is kaphatom, hogy tudod, már kortyolja, és akkor jó, mindegy, így csak meg. Így csak, nem, van még vérem, csinálok másikat. Ó, te. Mindegy. Bubinak így látszódik, hogy a boldogság így kihull a szeméből. Ja. Mindegy, Geri, ösd a tűzre, az kész, aztán jó lesz az. Jó, az akkor állítom a tűzre. Most én sem tudom pontosan, hogy mit kell csinálni azzal a borral, de ja. Jó, na, akkor Geri megcsinálja, Dartó lájkolja, érzed, hogy elönt az energia, és hogy továbbra is Istenednek a kegyébe vagy. Jó. És én nem fog ő elhagyni téged, mert te se hagytad el őt. De Romi. Okay. Jó. Beszoktul, tekintve, hogy a barátnő egy kasza. Ja. Miért irigykedsz? Nem nagyon. Na, én nem megyek, megreggelizek. Igen. Mit eszel? Na, most ez lényegtelen ebből a szempontból nekem. Megkajálok. Jó, az van, én lényeg... napsak felkelek én is. Istenem, az... Jó ez a háttér, igen. Jó igen. Buli. Hát, bocs. De jó, előfordul. Igen? Igen. Jó, minden, megkajáltok, igen, tehát hogy igazából így az alapvető dolgokat azt, hogy megcsinálhatjátok, igen, de igen. Hogy most így azon kívül valami extrát szeretnétek-e délig? Van, igen. Hát én... A páncélomat megjavítottam a kovács, vagy ha. Pedig veszek egy újat. Hát, ezt javíthatod, mert ez igazából jó sokáig tartana a javítása. Kemény vagy, baszki, hogy te... Hát akkor veszek egy újat. De itt mert át van baszva a közepe. Ez jó, csak itt még nem árulnak. Itt nem? Itt nem. Hát akkor így marad a kurva. Egyelőre így marad, igen. Maradsz meg gyíkbőröm? Nem. Nem. Na. Hát akkor... Semmi extra? Semmi extra. Jó, akkor ugorjunk délre. Délre? Ugorjunk délre. Yeah. Ugorjunk akkor délre. Na, akkor szépen ott vagytok a kocsinál, illetve még a varázsló is ott van mellettetek, megvárja, amíg majd elindultok, aztán majd ő is megy a dolgára. Aha. Igazából, hogyha van valami kérdésetek, kérésetek, akkor így még most feltehetitek neki. Egy utoljára. Megkérdezném, hogy miért lett éppen fekete vágus, de mi értelme lenne? Én azt kérdezem, hogy csak is abban az esetben dörzsölje meg a gyűrűmet, hogyha elértünk a hegységhez. Mert mit csinál a gyűrű? Milyen gyűrű? Bocs ide. Ez egyáltalán honnan van? Oh. Mindegy, a varázsló így rád néz, Bubi, és csak így bólint egyet. De nem mond semmit. Jeda úr. Igen. Megkérdezem, már miért választotta ezt a mesterséget? És miért pont ebbe az irányba ment el? Hát, nézze. Fogalmazunk úgy, hogy mindenkinek megvan a helye a világban. Nekem itt van a helyem.
Igazából én is visszakérdezhetnék önnek, hogy miért pont Dartan. Mert ők mentettek meg. Nemes. Jó. Akkor indulnak? Indulunk. Jó. Egy dolgot még mondanék önöknek, hogy déli városállamoknál lesz egy Tungdin nevezetű város. Az igen. Körülbelül úgy két hétre, két hétnyi lóháton szerintem el fogják érni. Ott majd pihenjenek meg, töltsék majd fel a készleteiket, illetve majd érdeklődjenek, hogy a Namen sivatagon keresztül, hogy mi merre, hány méter. Oké. Okay. Jó. Köszönjük szépen. Hát akkor a legjobbakat. Ja, és legjobbakat kíván Bólint. Visszahúzza a csukját a fejére, majd aztán elindul befele a fogadóba. Aztán kész, meg se várja, hogy igazából ezzel elinduljatok. Na, akkor. Szituáció, szekér és utazás. Hogy képzeljétek el az utazást? Hát én a szekérem. Hát én vezetek. Magamon. Miért nem kötött ki a szekérhez, azt a nézben. Hát akkor valószínűleg Bubi benn van, rajta van a szekerem. A Tani az ott van a szekér mellett, én meg vezetem a szekeret. Jó. Oké. Okay. Azt tudni kell, hogy ilyen ponyvás szekér, tehát hogy... Aha, jaj, értem. Ilyen időjárástól meg... Könnyen ég. Ja, könnyen ég, viszont hogy esik az eső, akkor legalább a bent lévő cuccok azok nem áznak el. Jó. Illetve Geri a lovad. Hát... Oda kötöm a szekér mellé. Hát mögé, ja. Mögé, ja. Ja. És akkor az úgy. Is mellette van, attól függ, hogy nézed. Jó, oké. Okay. Na, és akkor, amikor mentek, utaztok, akkor kocsi megy elől, vagy Dani megy elől? Mert ugye Dani, Dani? Saját lovával megy. Jó. Oké. Okay. Na. Akkor következő a történet. Elindultok szépen, reggel. Francokat délbe, és akkor elindultok dél felé. Lényeg, hogy mindig az úton haladtok, és általában az útjelzőket nézitek. Mondjuk az, hogy eltelik mondjuk az a két hét, úgy ahogy van, így unalmasan. Tehát igazából annyi, hogy naponta mentek egy olyan 40-50 mérföldet szépen lassan, estére mindig megálltok, lepihentek, tábort vertek, kajáltok, beszélgettek, akkor ugye itt a éjszaka mondjuk csináltok őrködést, vagy sem, már igazából mindegy. De az a két hét alatt a halálos nyugalom hete van. Mm-hmm. És akkor lényeg, hogy megérkeztek. Ennyi idő legyen. Mondjuk délután 3 óra, 4 óra környékén megérkeztek egy elágazáshoz. Látjátok, hogy ki van írva, hogy Tungdin városa erre van mondjuk két mérföldre. Kéti nevű mérföldre, tehát úgy 2 kilométerre. Jó, akkor jó. Szépen veszitek az irányt, és akkor szépen lassan észreveszitek, hogy akkor ott van a Tungdin városa, amiről azt kell tudni, hogy... Csat. De, hogy is csat. Rajz. De nem, még nincsen rajz. Ja, na, szóval kőfallal körbeadott város, és már megint visszhangzok, bocsi Geri, kicsit még halkítalak. Nyugodtan, majd veszek mikrofont. Jó, köszönöm. Na szóval, kőfallal van körbevéve ez a város. Északról jöttök, tehát igen, az északi kaphoz fogtok megérkezni. Igazából jobbra-balra mezők vannak, illetve láthatjátok, hogyha jól megfigyeljétek, hogy a városon túl van egy kisebb erdőség, de igazából, ahogy lejöttetek a hegyről, most már csak ilyen síkságos területek vannak. Illetve, ahogy mentek szépen a kapu felé, láthatjátok, hogy egy bazi nagy kőfal kapu van, eléggé sok az őr, tehát van torony is, meg minden, illetve mindenkit megállítanak a kapuban. Tehát vannak szekerek, vannak akik ugye csak lóva jöttek, vannak akik ugye gyalogosra jöttek, de ugye próbálnak bejönni a városba, meg ugye a városból is szépen ugye lassan ott a kapunk keresztül jönnek kifele,
És mondjuk mennek a ti irányatokba. No. Akkor hogyan lesz a városnak a megközelítése? Hogy képzeljétek el? Hát... Tehát annyi a lényeg, hogy Dani megy elől, mögötte meg ugye a szekeres... Szekér. Szekértől, mindenestől. Jó, igen. Az a baj, hogy... Ha megnézik a szekeret, és megkérdezik, mi ez a láda, mit válaszol? Hát... tudom... Értékes kristályok. Nem. Már, az még nem van. Annyit mondjuk, hogy bányát kint csak aztán megy. Nem. Férfi az ő? Kereskedünk vagyunk, és... Nem, még nem vagytok ott az ajtóba, csak azért mondom, hogy most még, mit tudom, egy kilométerre vagytok, tehát hogy most... Még megbeszéljük. Tehát még meg tudjátok még beszélni nyugodtan, hogy mit mondotok majd, amikor odaértek. Hát... Mondjuk azt, hogy kereskedők vagyunk. Ja. Kereskedők vagyunk, és... Ugye nem vagytok páncélzatban? Nem, hát rajtam... Normál ruha. Rajtam az van. Vegyem le. Akkor biztos könnyű lesz előadni azt, hogy kereskedők vagyunk. Na, vedd le. Engem felbéreltetek, hogy megvédjem a szekeret. Mondjuk úgy elég nehéz, hogy én vezettem. Tehát... Jó, hát akkor... Jó, mondjuk... Szóval van még egyébként páncélom? Csak úgy kérdezem. Van, persze. Csak kicsit meg van viselve. Jó. Akkor... Leveszem. Igen. És... pokrócunk van. Van. Legyen. Leveszem és betakarom pokróc. Nice. Amúgy tegyük fel, hogyha belenézek a kristályos ládába, akkor... A kristályokat látom, szóval, hogy... Mármint? Tegyük fel. Tegyük fel, hogy belenézek. Hát, bele akarsz nézni? Igen. Jó, de mész a ládához, megpróbálod kinyitni, de nem tudod kinyitni. Oké, ez jó volt. Ami. Hát, amíg közeledünk, addig rendbe szedem magam. Azaz? Nem tudom. Még dekoltás ilyenek. Aha, tehát kicsinosítod magadat. Pontosan. Jó. Hát akkor én leveszem a páncélomat. Igen, betakargat. Igen, betakarod. Felveszem a bakancsomat. A ló jobb oldali hátizsákjába. Meg egy kabátot, mert hideg van. Igen. És hát tovább vezetem a kocsit. Jó. Akkor így lesz. A kaszámat is berakom a... Majdnem, igen. Majdnem. A kocsimat is letakarom, azért... Majdnem jó volt, igen. Várjál, szóval azért jó. Mondta olyan, hogy nehezítek, igen. Nagyon jó. Mert akkor odaérszünk. Körülnézek még, hogy maradt-e valami, hogy rendesen letakartam minden, nem látszik ki semmi. És hát akkor... Tovább vezetem a kocsit, és megyünk. Jó. Így lesz, többiek is? Persze. Jó, oké. Akkor ez így lesz, pont. Na, akkor megy tovább a történet. Szóval akkor elindultok. Ugyanaz a felállás, hogy Dani megy elő? Ja. Jó, ugyanaz a felállás. Na, akkor szépen haladtok előre, és akkor beálltok szépen a sorba. A lényeg, hogy kettő-három szekér van még előttetek, szóval így szépen lassan arra szóltok befelé. Majd aztán, amikor már csak így egy szekér van előttetek, akkor jön egy városi őr, meg egy társa, tehát igazából ketten jönnek, és először a Danihoz lépnek oda. Közös piaroni nyelven először üdvözlik a Danit, hogy jó napot! Jó napot! Mi áradban? Hát, a városba szeretnénk bemenni.
Aha, mármint többes szám, tehát a mögötte lévő szekér is önhöz tartozik? Szekér is velem van, igen. Jó, oké, rendben van. Szól a társának, hogy szólj még két embernek, jó? Oké, akkor az elmegy. Jó. Közbézi elővesz egy ilyen kis papírfelszínit, meg egy tollat, meg ceruzát, mindegy, inkább ceruzát, mert toll az nem jó, mert ahhoz kellett tinta is, mindegy, ceruzát, és akkor mondja a következő kérdés, hogy utazásuk célja, miért szeretnének a városba bejönni? Átszálló, átutazóban. Igen. Jó, átutazóban. Mikor is ez a szó nem jutott eszembe. Jó. Meddig szándékoznak tartózkodni a városban? Hát 2-3 nap maximum, de ez nagyon a maximum. Jó, rendben. Ez itt is felírja, közben akkor megérkezik a másik társa, illetve még kettő másik városőr. És akkor annyit mondanak, hogy kérem, szálljanak le a kocsiról, illetve ön is uram, mutatnak a Dönyről, szálljon le a lováról, jó? Megkérhetem. Jó. Jó. Jó, Dani, leszáll mindenki, akkor szépen leszáll, gondolom. Bubi közben, jó, mindegy. Bubi közben lenémította magát, majd akkor szépen lassan meg akkor vele is. Na, lényeg a lényeg, hogy megnézik ugye a lovakat, megnézik a szekeret, alánéznek, mit tudom, csak így bekukucskálnak így a pontyba alá, hogy mi merre, hány méter, látják, hogy igen, hogy mit tudom én, egy-két láda, egy-két izé cuccos, így úgy, amúgy. Akkor ugye végigmérnek titeket, hogy mi merre, hány méter, aztán akkor annyit mondanak, hogy jó. Köszönjük szépen akkor az együttműködést. Üdvözöljük Önöket akkor Tungdingnak a városában. Az egyik őr mondja, hogy hát jelen pillanatban azon, hogy eléggé sokan vannak most a városban, ha meg akarnak szállni, akkor van egy fogadó nem messze a városkaputól, igazából hogyha bemennek a városkapun, akkor majd jobbra kell fordulni. Az lesz a fogadónak a neve, hogy a Szomjas Kobold fogadó. Ott esetleg meg tudnak szállni. Ott még van hely. Aha. Jó. Köszönjük. Rendben van. Akkor így ennyi. Szépen akkor a két város őr, akit ugye odahívtak, a szépen megy vissza a kapu felé. A másik kettő, aki meg ugye veletek foglalkozott, az meg szépen megy tovább, aztán ugye mennek a mögöttetek lévő szekérhez. Úgyhogy őket is kérdezik. Na és akkor szépen lassan mentek be a kapun, és akkor be is érkeztek a városkába. Merre mentek? Arra mentek, amerre mondta a városőr, vagy szétnéztek? Mi menjünk a fogadóba. Szerintem még elmenjünk a fogadó felé. Jó. Na, akkor következő a szituáció. Beléptetek a szépen a városkapun. Jobbra szépen akkor lefordultatok, úgy, ahogy van, egy viszonylag szélesebb utca, és akkor igazából nem is kell sokat menni, tehát mondjuk egy házat elhagytok, aztán már egy bolt is vagytok a fogadónál. Egy jó nagy kétszintes fogadóról van szó, fogadó mellett van egy istálló, ott szépen be lehet tenni esetleg a lobokat, hogyha szeretnétek, illetve hogy az utca az majd szépen kanyarodik el tovább, mert az utcának a túloldalán van még egy jó nagy, az is olyan 2-3 szintes építmény, eléggé csicsás, meg olyan finom illatok jönnek ki belőle, meg olyan furcsa hangulata is van. Aztán úgy nagyjából ennyi az utca így kívülről megfigyelve. Mit tesztek? Ugye délután 3-4 óra van, tehát így jönnek-mennek az emberek, meg jönnek a kalandozók is, szóval viszonylag, fogalmazzunk úgy, hogy kicsit sűrű ez az utcakasz. Jó, oké. Okay. Hát, nem tudom, itt béreljünk szerint valamit majd, amíg van hely. Rakjuk le lovakat, aztán a ládát próbáljuk meg valamilyen védett helyre rakni. Én nekem el kéne mennem megcsináltatni a páncélomat szóval. Most a páncélomat szóval. Lehet felkeresem az itteni kovácsot. Hát, ha tud valamit kezdeni. Ha nem mást, akkor veszek egy újat. Hát, én nem tudom.
Jó. Gerinek ez a terv, igen. De még mindig ott vagytok a szekérrel meg minden. Tehát ez még csak ilyen tervezés és időszak van. Igen. Akkor én elmegyek szobát bérelni majd. Nem megyek a Bubival. Én kiköttem a lovakat addig. Meg addig ki kéne találni, hogy hova rakjuk a ládát, amiben benne vannak a drámok. Szóval ez egy zárt hely, amiben van a ló, meg... Istálló? Nem tudom, az... Igen. Hát van, tehát a oldala, tehát igazából így... Tehát szellős. De hogy így a szekeret azt úgy hova rakjuk. Ja, eléggé nagy az istálló, szóval elfér benne, persze. Tehát, elfér benne? Persze, persze. Tehát azon nincs gond, hogy nem férne el, tehát el fog férni. Jó. Jó, tehát akkor oda mentek mindannyian gondolom az istálóhoz először, azt akkor ott van istálós fiú. Ha. Istálós srácok. És akkor várják, hogy akkor hogyan legyen, miként legyen. Jó, hát én leszállok. Mondom nekik, hogy gyertek, segítsetek. Jó, oda mennek. Bevezettem velük a lovakat, a szekérrel együtt, istálló. Uh-huh. Közben kérdezgettem őket, hogy merre van, tudjátok, hogy van egy, és hogyha van, akkor hol van kovács műhely. Jó, hát azt mondják, hogy ha ezen az útszakaszon majd tetszik tovább menni, akkor ki fog érni egy nagy térre, a nagy térnek a közepén van egy piac, és a piacon igazából vannak árusok, de hogyha esetlegesen most ott nincs kint kirakva a kovács, akkor van a piacon túl egy ilyen kereskedő, várjál, mit mondom, hogy nevezik ezt. Ja, egy ilyen kézműves, mesterműves negyed, úgymond, tehát még oda is be lehet menni, és vannak ott kovácsok. Tehát ott lehet beszélgetni esetlegesen az ilyenekről. Tehát úgy nagyjából elnavigálnak, hogy ezen meg ezen az útszakaszon tessék tovább menni, és akkor ott jó lesz. Aha. És itt milyen templomok vannak? Csak pedig nagyon vallásos vagyok, és hogyha el tudok menni, akkor el. Jó. Azt mondják, hogy itt a helyi pap, őt úgy hívják, hogy Lord Magnus Krabban. A gondod, írt fel. Írom. Szóval, hogyha meg vagy. Igen. És ő Draenának a felszentelt papja. Aha. Draenáról meg ugye Piaroni. Isten családba tartozik. Jó, rendben. Köszönöm. Jó. Ennyit mondanak, meg annyit mondanak, hogy igazából, hogyha piacra kérsz, akkor látni fogod azért a templomot. Tehát el nem tudod azt téveszteni, hogy esetleg még azt is meg akarod keresni. És milyenek itt a városiak? Csendes, nagyon nyugodt igazából. Tehát semmi nyüzsgés, semmilyen... Annyi nyüzsgés van, hogy igazából annyit kell tudni erről a városról, hogy... Tehát főként kalandozók és átutazókból tartja fenn magát, ezért is van az, hogy a városban van 4 fogadó. Aha. Tehát itt igazából kereskedőkből, meg a kalandozókból látja magát. A mezőkön főleg igazából szőlőtermesztés folyik, tehát igazából itt nagyon finom szőlőt termesztenek, ebből következik, hogy a bor is nagyon jó. Legalábbis azt mondják. Illetve délen található egy kis erdő, ott pedig van fakitermeléssel foglalkozó kis üzem, tehát igazából a város az így tartja el magát, hogy fakereskedéssel, szőlő és bor kereskedésből tartja fenn magát, minden mást, érceket, meg hasonló dolgokat, azokat más városokból és más kereskedők által szerez be. Jó. Ez az istálló, ez mennyire védett? Volt már valamilyen betörés esetleg itt, vagy... Nem? Hát nézze, uram, igazából nem mondom azt, hogy nem volt, de mondjuk azt, hogy úgy tízesztendőben talán, hogyha egyszer előfordul. Jó, oké. Köszi. Jó, ennyi. Ezt a többiek is amúgy mind hallották, tehát... Jó, ezt így ti is levágjátok, ezeket az infókat. Na, tehát akkor bevittétek a lovakat úgy, ahogy van. Hogyan tovább? Én vegyek szobát foglalni. Jó. Én megyek a Bubival még mindig. Jó.
Hát... bemegyek a szekér hátuljához. Igen. És hát... elveszem a cuccaimat. Ugye? Jó. És hát igazából fel is vehetem a páncélot, mert nincsen semmi a hátizsák, amit úgy tudnék használni. Ponyvát, amivel így letakartam azt a dobozt. Mm-hmm. És hát a cuccaimat letakarom a dobozt vele. Ja. És így reméljük, hogy senki se vesz észre semmi. Nem tűnök be. Jó. És hát elindulok a kovácshoz, és hát a piacra. Jó. Hát, ha. Oké. Okay. Ja, és viszem a kaszámat is. De jó, hova teszed jó, a kaszát? Jó, hátadra teszed akkor a kaszát? Hátamra. Hát, máshova nem tudom. Szóval. Jó, oké. Okay. Legyen úgy. Jó, hát akkor Geri szépen akkor elindul a piac fele, aztán majd akkor elmesélem, hogy veled mi történt, addig meg a többiek akkor beléptek a fogadó bejáratán, vagy hát igazából olyan nyitva van a fogadónak az ajtaja. Ugye kint az ajtóban is ugye van egy-kettő ilyen emberke, ugye beszélgetnek, hogy merre, hány méter. Beléptek szépen a fogadóba, következőt kell tudni, hogy szembe van a pult mögött van a kocsmáros, meg egy-két ilyen kis pincér hölgy, meg egy-két ilyen kis pincér. Ha balra eltekintetek, akkor ott van gyakorlatilag az ivó rész. Itt van mondjuk olyan 6-7 darab ilyen kis asztalka, mindegyik asztalkához ugye 4 darab szék. Mindjárt mondom, hogy milyen sokan vannak itt. Kidobjuk, jó? Perról. 10-100. Mondjuk legyen egy 5d10. Jó, hát körülbelül 37 ember van most itt. Lent itt az ivó részben. Valamelyik asztal ugye fullon tele van, valahol 3-an, 4-en, 2-en, esetleg 1-en. Illetve az asztalokon túl ott a falak fal szélén ugye vannak ilyen kis boxok. Oda is esetleg ugye be lehet ülni, ott is mondjuk van 1-2 ember, akik már ugye bent ül. Illetve az ajtótól balra, a baloldali falon, hogyha elnéztek, akkor arra fele van egy lépcső, először ugye a lépcső felvisz a sarokig, majd utána a saroknál elfordul, és följebb vissza a főső emeletig, és akkor valószínűleg a főső emeleten vannak a szobák. Ez egy kétszintes épület. És ugye gyakorlatilag így ezt látjátok. Van itt igazából minden, amit szemszám, tehát ugye hát emberek, félelfek, ilyen szerzetekről lehet tudni. Hány szobát kéne? Kérne. Amúgy. Tani. Tani! Hogy? Várj, basszus, elbambultam. Hogy? Na, szóval Bubi, igen, még egyszer. Hány szobát béreljünk? Egyet, ahol hárman alszunk. Kettőt, hármat. Hát figyelj, akarsz velünk aludni? Nem. Jó, akkor kettő. ez jó volt. Jó, igen. Jó, igen, akkor ezt így eldöntöttétek. Hogyan tovább? Hát, Dani, egy kicsit maradj le mögöttem, ne egyek közvetlenül mögöttem, oké? Jó. Ne egyek feltűnő helyen. Onnan vagyok a kocsmároshoz. Megkérdezem, hogy mennyibe kerül. Jó, Bubi addig odamegy. Dani, te hogyan oldod meg ezt a ne legyél feltűnő, de mégis legyél szem előtt típusú feladatot? Lemaradok 5 méter. Igen. 5 méterre. Igen, és akkor ott megállsz a kellős közepén a történetnek. Vagy mi ott csinálsz ott, mert... Dőjnek egy oszlopnak, könyörgöm. Legyél jó. A kemény gyerek. Van ott oszlop. Van. Jó, akkor egy oszlopnak neki dőlök, ahova nem dől más. Jó, oké. Okay. És akkor jó, mondjuk, persze. És mondjuk, hogyha jönnek, mennek az emberek, akkor nem fogja megkérdezni, hogy ez a kis mitugrász itt mit áll itt az izék közepén, az út közepén. Ja, kisféle fia ja, gyerek, fia fasznak. Ja, amit ilyen mitugrász vagy? 170 cent. Nálam van legalább a kardod? Hát, valószínűleg nála. De nem mondta, hogy hova rakta, miként akkor rakta. Nekem most van. Akkor legyen nála. Igen. Jó, oké. Okay. Na, akkor lényeg, hogy oda lépsz, igen, Bubi. És akkor
megkérdezed, a pincértől kérdezed, vagy a csapostól kérdezed? A kocsmárostól. Kocsmárostól, jó. Hát akkor ugye köszönt, hogy jó estét, jó napot, nem az jó napot, mert még délután 3-4 van. Igen, jó napot, miben segíthetek? Szobát szeretnénk kikérni. Jó, mennyi? 2 szobát? Jó, milyen legyen? Egyszemélyes, külön ágy, közös... Egyszemélyes és egy két ágyas. Jó, egy egyszemélyes és egy két ágyas. A két ágyas az egy ágyba legyen, vagy két külön? Az nekem mindegy. Az nekünk is mindegy, hölgyem, azért mondom, hogy döntsön, hogy... Mert van olyan szobánk is, ami... Tehát két külön ágyas. Igen. Jó, rendben. Akkor az egyszemélyes ágy az 7 rész lesz, a másik pedig 5 rész lesz. Egy éjszakára. Hány éjszakát szeretnének itt eltölteni? Egyet. Egyet. Jó. Akkor 12 rezet szeretnék kérni öntől. Hát akkor megadom. Jó. Azt írd fel majd a felszerelésbe, hogy mínusz 12 rész. Magadnak, akkor te azt szépen kifizetted. Jó. Szépen kifizetted. Kocsmáros csettint az egyik alkalmazottjának, hogy hozd az 5-öst, meg hozd a 8-ast. Jó? Azt akkor hozzá is az úriember. Elveszi tőle a kulcsot. Mondja, hogy... Van, hogy egy arany 10 ezüst, aztán egy ezüst. Egy arany az 10 ezüst, és egy ezüst az meg 100 réz. Magyarul 1000 darab réz az egy arany. Oké, és köszönöm. Jó. Na, szóval hozza az 5-öst meg a 8-ast, mondja, hogy az 5-ös az az egy személyes, a 8-as pedig a két személyes. Jó. És akkor oda is adja a kulcsokat. Utána megkérdezi, hogy még valamit esetleg? Nem, köszönjük. Jó, reggel esetleg reggelit, vagy bármi egyéb? Igen, reggeli az mert. Jó, rendben van. Jó, illetve hogyha bármi kérdése van, akkor itt leszünk 0-24-ben, bár mondjuk jó, innen nem 24 óra egy nap, de non-stop itt van mindig valaki a pultnál, a kocsmában, úgyhogy bármi kérdése van, vagy kérése, nyugodtan forduljon csak ide hozzánk. Rendben. És akkor üdvözöljük a szomjas kobolt fogadóban. Köszönöm. Na, zsír. Ennyi. És velem mi lesz? Még először Bubi, mert most megfogta a kulcsokat, igen. Ja. Te most egyelőre sétálsz a piac felé. Jó. Én oda passzolom Dalinak a 8-as kulcsot, én meg lepakolok az 5-ösben, aztán kimegyem nézni embereket, legykákat gyűjteni. Megnézni, hogy talán tehát... kinyel lehet több pénz. Jó, röviden, tömören annyi a lényeg, hogy te odaadod a kulcsot, a 8-as kulcsot a Dalinak, majd fölmész, megkeresed a szobádat, gondolom én. Benyit, lepakolsz, aztán utána meg majd elindulsz a városkába. Igen. Jó, kérdésem az, hogy milyen felszereléssel indulsz el a városkába? Mit viszel magaddal? Ja, Bubi, te azt írd föl magadnak így pluszban, mert ugye te tolvaj vagy, neked van tolvaj kulcs készleted. Azt ugye az LTK nem írja, hogy ilyen létezik, de amúgy a tolvajoknál van. Oké. Neked van egy ilyen tolvaj kulcs készleted, mivel tudsz zárakot nyitogatni, mert mégsem a körmöddel nyitogatod. Ja. Tehát így ennyi. Na szóval igen, lepakolsz, és akkor így eldöntöd, hogy majd mész a városban, az utcákon. Csak ugye kérdésem, hogy képzeled ezt el, hogy írd le az öltözékedet, ruházatodat, illetve hogy mit viszel magaddal, meg hogy mi a terv. Van rajtam egy sima gyalogos csizmán. Igen. Nemes ígyünk. Igen. Egy köpeny. Nem tudom, mennyire van hideg, és egy csukja. És mindig nálam van a tőröm. Jó, a tőrödet hova teszed? A tőrhüvelyembe. Jó, és akkor azt úgy oldaladon, vagy elrejtve valahova. Oldalon. Jó, aztán oldaladon. Aztán van egy öftáskám. Jó. Van még egy dolog. Kulacs, varrótű. És a tolvaj kulcskészlet. Jó, oké. Okay. Akkor Bubinak majd ennyi lesz. Dani, te megkaptad a 8-asnak a kulcsát. Hát én felmegyek ugyanúgy a szobán belepakolni. Jó. Fölmész a szobába, benyitsz, látod, hogy igazából a Bubi egy olyan szobát adott nektek, ahol két külön ágy van, két külön szekrény, kicsi, nagy, asztal,
szék, rémegyszerű, meg ugye a két ágy között van egy szőnyeg. Ezt így ennyi. Tehát nagyon minimalista. Nagyon minimalista dolog. Ja, amúgy az egész fogadó úgy fából van belülről. Gyúlékony. Ez az. Na. Igen, és igen. Akkor jó, igen, Dani, igen, tehát fölmentél a szobába, igen, lapakolsz. Hát és szerintem én elindulok megkeresni a Gergőt. Geri, te mondtad a többieknek, hogy hova mész? Nem, pont jó, ezért. Akkor ezért indulok megkeresni. Jó, oké. Okay. Mondjuk nem nehéz kitalálni, hogy hova mehetek, baszki. Hát azért, baszki, valószínűleg imádkozni mész. Először a páncélkovácshoz szeretnék venni. Hát jó, igen, csak ez ugye nem lett az extrém lebeszél. Akkor Dani elment a templomba? Jó, nice. Minden. Jó, hát akkor ennyi a lényeg, hogy jó. Na, akkor amíg a Bubi meg a Dani bementek a fogadóba, hogy a Geri addig elment a piac felé. Na, Geri, te elérkeztél a piachoz. Hát, mondom, idehajóztam, semmit. Mi? Panita elköszön. Ja? Jó. Ja. Oké. Okay. Mert akkor szólja. Jó, mindjárt mennem kell kajálni, de majd szólok. Ja, gondoltam, hogy nem csak így. Jó, hát figyelj, igazából, hogyha mi az, mit tudom, hogyha mondjuk egy fél óra múlva tartunk egy szünetet, az úgy jó? Az úgy jó. Jó, úgy csak a fél óra múlva már két órája fogunk játszani. Na, akkor mi az? Ja, Geri, elvitottál a piacig. Aha. Jó, eljutottál a piacig, ott szépen nézegeted a kofákat, hogy mi merre, hány méter, közben jönnek így az emberek, meg erőteljesen mindig mindenki megbámul, hogy mi a franc. Hát gondoltam. Mert hogy azért kevés olyan emberke van, aki így kaszával a hátán így futkározik így a városba, most azért nem futkározol, nem sétálsz. Hát, na. Az meg. Mindegy, és... A kaszából elszökött szereplő. Ja, az biztos. Na és akkor szépen így mész így a piacon, nézegeted, hogy mivel hány méter, kérdezgeted, gondolom az embereket, hogy valami kovács, így, ugye amúgy. Igen, igen. De igen. Ahogy így nézegeted, meg mondják az emberek, hogy itt a piacon most jelenleg nincsen senki, úgyhogy útba igazítanak, hogy van ott a kézműves meg kereskedő negyed, arra tessék tovább menni, dél felé ott van a déli kapu, és a déli kaputól, hogyha elfordul majd balra, akkor már egyből ott lesz a negyedben, és akkor ott már meg fog találni szerintem akkor egy kovácsot. Akkor oda megyek. Jó. Akkor te szépen arra elindulsz, akkor ott is szépen kérdezősködsz, hogy hol van errefele kovács. Gondolom én. Ja. Aztán akkor mondják, hogy van egy... Ja, van egy Rupun nevezetű ember kovács. Megmondják, hogy mit tudom én, ez meg ez, itt van a műhelye, oda tessék elmenni, és akkor majd ő biztosan tud magának segíteni. No. Köszönöm szépen, elindulok arrafele. Jó, oké. Akkor szépen te elindult arrafele, meg is érkeztél kis kovács műhelyéhez, látod, hogy... Tehát kívülről látod, hogy ez kőből készült, meg illetve a kovács műhely mellett is van egy ilyen... úgymond egy ilyen garázs-szerű valami, tehát azt veszed ki, hogy igazából, hogyha majd jön valami kereskedő szekér, akkor az ide szokott általában gondolod beállni, és akkor innen szokták levenni a cuccokat, vagy ide szokták kizetenni a dolgokat. Na, és ott állsz a műhely előtt, be van csukva az ajtó. Látod, hogy hát, mit tudom, hogyha fölnézel, akkor látod, hogy a kéményen jön ki a füst, tehát hogy valószínűleg jó, hát, valaki. Hát... Van-e valami kiírás, semmi? Semmi. Nem? Jó. Akkor bekopogok. Jó, bekopogsz, aztán egy férfi hang így üvölt, kicsit tompán ugye, hogy tessék. Bemegyek. Jó, belépsz. Szépen belépsz akkor a kovács műhelybe, látod, hogy... Tehát az első dolog, ami így szemből... Na, szembőtlik. Szóval, belépsz. Jobb oldalt a falon szekrények vannak, szekrényeken mit tudom én, felszerelés darabkák, fém darabkák, kalapácsok, így úgy amúgy. Középen a szobának van kettő hatalmas nagy üllő, balra, a bal sarokban pedig van egy kovácstűzhely, illetve a kovácstűzhely mellett jó egy méterre vannak ilyen asztalok, azokon pedig szintén izé van szerszámok.
Mert szembe is van két szekrény, szekrényen is mindenféle limlom, illetve hátul a szembe, jobb sarokba pedig van egy lépcső. És a lépcső aljából pedig jön fel egy úriember. Ő lesz majd a kovács. Folytassam a többiekkel addig? Yeah. Jó, akkor Gerének akkor egyelőre itt. Kajálok, aztán majd jövök vissza. Nekem is. Majd... Ja, akkor na minden, akkor tartatunk volna most is szünetet. Akkor legyen szünet. Jó, akkor szünet. Oké, rendben.